Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy valami szól hozzád is, hiszen nem véletlenül találtál most erre a felvételre. Megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díjam minden jóslásnál 4000 forint. Asztrológiával együtt 10000 forint. Most van egy akciós jóslás is, a nyári szerelmi jóslás, egy kivetés, vagy asztrológiával, az indiai asztrológia szerint, vagy választhatsz egy kivetés gyertya mágiával. A díjam ennél az akciós jóslásnál 6000 forint. És most megnézzük azt, mit mutatnak a képek. Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata. Itt látható ezen a képen egy lovas férfi. Ez lehet valaki a környezetében, egy kolléga, vagy valaki a rokonságból, vagy egy barát, és itt lesz egy találkozás. De ennek a kártyának más jelentése is van, utal a mozgásra, sőt, mind arra, ami mozog. Ez lehet sport, autó, kirándulás, vagy változások. Minden esetre fontos számára, hogy előre menjenek az események, és ő akarja irányítani a dolgokat. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy közeledik hozzád, meglátogat téged. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei. Itt benne van ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, mert vannak félelmek, bizonytalanságok, valami nyomasztja őt, vagy benne van egy bizonyos helyzetben, amiből szeretne kilépni, hiszen el akarja hagyni ezt a labirintust. Lehet, hogy ez a mozgás, amire ő gondol. Amit ez a torony még jelenthet, egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, de ha itt a második kérdésnél érzelmekről van szó, akkor én úgy mondanám, hogy benne van ebben a toronyban, és változtatni akar valamit a helyzeten. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt ez az ostor azt jelenti, ami fáj. Ez lehet, hogy volt félreértés kettőtök között, és ő megbántott téged, vagy fordítva ő most megharagudott valamiért. Az is lehet, hogy itt a toronynál vannak viták, veszekedések, vagy peres dolgok, és erről beszámol neked, hiszen itt vannak nála problémák, és én úgy gondolom, hogy erről van szó, hogy közeledik hozzád, elmondja itt a problémákat, azt is, hogy ki mivel bántotta meg őt. És az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt ez az út jelenti, hogy találkozni fogtok, vagy lesz egy közös életút, utal a jövőre, de jelenleg még itt van a hegy. Tehát itt vannak még a problémák, amit meg kell oldania. Benne van a labirintusban, és ő keres egy megoldást, de egyedül nem tudja megoldani ezeket a dolgokat, hiszen beszámol neked arról, hogy ki mivel bántotta őt meg,
és együtt fogtok intézkedni, és együtt terveztek valamit, hogy eltüntessétek itt ezt a hegyet, tehát mindazt, ami blokkolja őt, ezeket a nehézségeket. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!